Újabb nap, újabb kaland, itt vagyunk Bábolnánál, az Ionity töltőállomásoknál, amik a legjobb helyen lévő töltők, hiszen ha nyugatról jövünk be az M1-esen Budapestre, akkor Budapest 100 km-re van, itt tölthetünk villámgyorsan, az Ionity 5 akár 250 kW-tal is tud tölteni, most viszont menjünk egy barlangba, ahol elvileg búvárkodni fogok. Már jó régóta léteznek elektromos autók, de a legnagyobb tévhit még mindig az, hogy pár éven belül ki kell cserélni az akkumulátorokat az autóban, ami természetesen nem igaz, ezekben az autókban nem olyan aksik vannak, mint mondjuk a mobiltelefonokban, itt van rendes hűtés, és az akkumulátort az a hő teszi tönkre, és egyébként a Hyundai 8 év garanciát ad az akkumulátorokra, illetve 160 ezer kilométert, ez azt jelenti, hogy átlagos használat mellett Magyarországon a legtöbben átlagban 14-16 ezer kilométert mennek, tehát 10 évig nem kell gondolkoznunk azon, hogy úristen, mi lesz az akkumulátorokkal. Egyébként az autóra is 5 év garanciát ad a Hyundai, úgyhogy nem kell ezen aggódni, és hogyha ki is kerül majd az akkumulátor az autókból, akkor majd bekerül szélerőművekhez, naperőművekhez, és energiatárolóként lehet hasznosítani őket. És most irány a búvárkodás, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, életemben először fog merülni palackkal. Az elmúlt napokban sok szép helyszínen jártam, erre most itt vagyok Budapest közepén, ahol éltem, itt nőttem föl, és nem is tudtam, hogy egy ilyen csodálatos barlangtó itt van a város szívében. Igazából tényleg nagyon kevesen tudják, hogy van egy ilyen kis ékszerdoboz itt a második kerület szívében. Az első írásos emlékek már a középkorra vezethetők vissza, mert akkor jegyezték a budai forrásokból ezeket a kiáramló vizeket, és akkor lőpormalmoknak használták ezeket a vízfolyásokat. Az első írásos emléket egyébként a névadója Molnár János barlang 1859-es orvosi heti lapban jelent meg egy cikk, amiben ő megtalálta azt a rést, ő maga nem mert lemenni a járatba, de az akkori Lukács igazgatója, a haverja volt, őt leküdte, hozott egy vízmentát, megnézte az, ami kiáramlott. A hegy gyomrából a forrás összehasonlította az a képzés, és volt egy elmélete, hogy egy ilyen víztározó létezik itt a barlangban, ezt mi kikerestük a levéltárból. Egész évben 22 fokos a víz, tehát nyáron nem tud fölmelegedni, mert olyan gyorsan cserélődik, illetőleg télen nem is tud befagyni, de folyamatosan folyik a víz. Hát akkor bemutatom neked ezt az épületet. Maga az épület, sokan azt gondolják, hogy török eredetű, de ilyen acélszerkezetek vannak benne, a törökök acélt nem használtak. Igazából az 1800-as évek legvégén épült, ugye a Lukácsfürdő akkor már megvolt, azt a középréteg és a felsőréteg használta, és népfürdő néven a szegényeknek építették magát a fürdőt. Amit erről tudni kell, hogy most ez egy ipari műemlék, mert ez Magyarország első vasbeton kupolája. Ami nagyon lényeges, hogy mi is követjük a technikát, tehát a legmodernebb eszközöket használjuk. Összehasonlításnak ez a felszerelés a búvárkodásban olyan, mint a autógyártásban az Ionity 5-ös. 800 tehát, voltos rendszer? Nem, tehát alapvetően ezt újra légzőnek hívják, a kilélegzett gázból a széndioxidot megköti, adagol hozzá megfelelő mennyiségű oxigént, és mindig a merülés minden pillanatában a legoptimálisabb gázkeveréket adja számodra. Ez 7,5 óra az üzemideje. Igen, a tartály, ami megköti a széndioxidot, az alapvetően 7,5 órát bír, akkor kell cserélni. De lehet ezt fokozni, mert van ennek egy kis testvére is, amit magaddal viszel, és hogyha 7,5 óra lement, akkor még lehet ezt fokozni, ezt a dolgot. Mint látjátok, nem feltétlenül kell a töltőnyílásból áramot lopnunk, hanem itt a hátsó üléseknél is találunk 230 voltos csatlakozót, és hát hihetetlen élmény volt búvárkodni így elsőre oxigénpalackkal, maszkba beöltözve, csodálatos édesvízbe, a halak között.
remélem, hogy a vágóképek visszaadják. És hát itt is vannak fosszíliák, de nem itt fogjuk megnézni őket, hanem egy másik helyszínen a következő epizódban, ahol egy geológussal is beszélgetni fogunk. Sziasztok!